Sziasztok, ez a Pergamenre hány szavak csatornája, és a mai videóban megmutatom, hogy miket olvastam júliusban. Eltelt a július is, nagyon-nagyon gyorsan telik ez a nyár, és hát arról fogunk beszélni, hogy mit olvastam júliusban. Ez nem lesz olyan hosszú videó, mint az előző hónap videója, mert most koncentráltam egy hosszú könyvre, és augusztusban is ez a tervem, és ilyenkor kevesebb más könyvet és rövidebb könyveket olvasok mellette. Ezt most is így terveztem, így hát nem sok könyvről lesz szó. A Mrs. Englandről már beszéltem az előző hónapban, ezt ebben a hónapban fejeztem be, de az előző összegzőben beszéltem róla, úgyhogy ez csak így említés szinten. Ajánlom a másik videót, hogyha szeretnétek erről részletesebb véleményt hallani. A következő könyv, amit elolvastam júliusban, az a Mindketten meghalnak a végén volt, amiről szintén nem fogok beszélni, mert egy egész vlog videó van róla, spoilermentesen Edmonddal közösen olvastam ezt a könyvet. Igazából miatt olvastam el, mert ő beszélt rá, és Sanna vlogja is megerősített abban, hogy ez egy jó könyv. Úgyhogy én ezt a könyv héten megvettem, és el is olvastuk közösen. Nagyon fájdalmas, de nagyon jó élmény volt olvasni, és végül 5 csillagot kapott tőlem. Ez egy LMBTQ történet, és egy ilyen fantasztikus kifi világban játszódik, aminek az a lényege, hogy a halálhírek felhív téged aznap, amikor tudják, hogy meg fogsz halni, és az a kérdés, hogy mit tennél te ezen az utolsó napon. Sokan megpróbálják kicselezni a halálhíreket, de hát igazából ez kicselezhetetlen, és itt két nagyon különböző fiút követünk az utolsó napjukon. Nekem nagyon tetszett ez a könyv, és gondolkodom, hogy elolvasom majd az író előző kötetét is. Ez egy nagyon-nagyon jó kiadás, úgyhogy én nagyon örülök, hogy a Menőkönyvek megjelentette ezt a könyvet, és mindenképpen ajánlom a videót, hogyha szeretnétek részletesebb véleményt hallani, meg Edmond videóját is. A következő könyv is teljesen időrendben haladok, kivételesen, a Sötétség sötét tengerének peremén. Ez volt ugye a közös könyvünk ebben a hónapban, mert a harmad kiadótól olvastunk, és én már nagyon régóta szemezek ezzel a fantasztikus ifjúsági kötettel, és arra gondoltam, hogy oké, legyen ez a harmad kiadóhoz a közös könyvünk, mert ez egy viszonylag friss megjelenés, és egyébként jókat hallottam róla. Ehhez képest voltak vele problémáim, maga a könyv kialakítása, az illusztrációk, ami néha-néha megszakítja a történetet, az nekem nagyon tetszett, nagyon jól olvasható, könnyen olvasható kötet volt, viszont 4 csillagot kapott, mert nem sok minden történt benne, főleg csak az Igibi családot látjuk, és főleg a testvéreket, Jennert, Tinket és Lélit, és hát ahogyan már ebből gondolhatjátok, nagyon sok furcsa kifejezés és név van a történetben, és egy nagyon kedves kis falucskát mutat be, ahol mindenféle varázslatos dolog megtörténhet, és éppen megszállás alatt tartja a birodalmat. A fagyar agyarai kihasználják és rettegésben tartják az itt élő népeket, és itt 3 nagyon fiatal gyermeket látunk, akiknek kiderülnek bizonyos családi titkai, illetve nagyon-nagyon sok kalamajkába keverednek, amiből ki kell őket mindig menteni. Ez nem egy tipikus ifjúsági fantazi, mert főképp Jennert látjuk, aki szerintem ő a képen, és azt, hogy ő fél. Ő egy gyerek, aki bár a legidősebb, de teherként éli meg azt, hogy vigyáznia kell a testvéreire, és hát nem is sikerül neki, és ezért semmi önbizalma nincs. Én annak tökre örültem, hogy a történet nem a tipikus sémát követi, hogy itt van Jennár, itt van ez a különleges világ, megtud valami nagy titkot, és hoppá, ő lesz itt a hős, mindenki rá fog számítani, hanem tényleg Jennár egy teljesen szerethető, normális karakter, aki nem akar hősködni, és nem is tud, és ő ezt bevallja saját magának is, és próbál vigyázni legalább a testvéreire, és néha még ez sem sikerül, szóval abszolút nem egy hős típus, és ez nekem ilyen felüdítő dolog volt. Ugye, mint mondtam, nem sok cselekmény van a történetben, és a végső nagy csavart, nagy titkot azt én már elég hamar kitaláltam, szóval ez egy fiatalabbaknak szóló kötet, akiknek még okozhat meglepetést, és a végén már nagyon jó beindult a sztori, csak hát ugye akkor éppen lezárult már a könyv, és gondolom majd a folytatásban lesznek még izgalmak. Úgy határoztam meg, hogy 10 éves fiúknak ajánlanám ezt a könyvet, és ami még problémám volt a könyvvel, az, hogy
a lábjegyzetek nagyon-nagyon sok helyet elfoglalnak. Tehát az egy dolog, hogy vannak lábjegyzetek egy ifjúsági fantaziban, már ez sem annyira szerencsés szerintem, hogyha gyerekeknek akarjuk ezt ajánlani, vagy fiatalabbaknak. De volt olyan lábjegyzet, ami konkrétan hosszabb volt, mint maga a főszöveg azon az oldalon. És a lábjegyzetek egyébként általában érdekes pluszt adnak a történethez, de mivel sokkal kisebb betű, nekem is nehézséget okozott, hogy ezeket még mind elolvassam, megszakítva a történetet. Én úgy gondolom, hogy ha valami fontos, és kiegészítés, és elkalandozás, az nyugodtan mehet a főszövegbe ugyanúgy. A következő könyv, amit elolvastam, a Bíbor szín, Alice Walker-től. Én ezt a könyvet már nagyon régen el szeretném olvasni, egy barátom is mondta, hogy ez egy jó könyv. Zsófi is nagyon-nagyon sokat emlegeti, mint modern klasszikust, amit szeretett, és mert LMBTQ is a történet, ezért hatványozottan olyan dolgok szerepelnek benne, ami számomra érdekes lehet. Sikerrel beajánlottam ezt a könyvet a klasszikus könyvklubba, és amikor kimegy ez a videó, akkor már kell lennie egy kibeszélőnek róla, amit be fogok linkelni. Itt részletesen fogunk beszélni a könyvről, de el kell mondjam itt nektek most, hogy nagyon-nagyon szerettem ezt a könyvet, 5 csillag lett, és még mindig gondolkodom, hogy kedvencnek jelöljem-e. Erősen gondolkodom ezen, mert nagyon jó élmény volt. Ez egy levélregény, szóval annyi különlegessége van ennek a könyvnek, hogy ez akár sok is lehet, de számomra így adott valami egészen mást ez a kötet. Szóval levélregényként kell nekiállni, általában a főszereplőnk leveleket ír a Jóistennek, később a testvérének, és később a testvére is ír leveleket neki, és ebből áll az egész történet, emellett pedig ki kell emelnem, hogy a nyelvezete az nehézkes, mert a főszereplőnk Sally, nem tudom, hogy kell kimondani a nevét, ő egy eléggé tanulatlan nő, és így nagyon furcsán ír, tele helyesírási hibával, ilyen parasztos kiejtéssel úgy írja le a szavakat, ahogy kimondaná. Ez erősen visszaköszön a könyvben, és én ezért írtam ehhez a könyvhöz ezt a nyelvezetet leutánozni próbáló értékelést, egy levelet, minthogyha Sally írta volna ezt az értékelést, arról, hogy mennyire nagyon tetszett ez a könyv, és hogy igazából ezzel azt akartam mutatni, hogy erre számíthattok, hogyha ezt a könyvet szeretnétek elolvasni, és van, akinek ez abszolút olvashatatlan, és lehúzza az értékét a könyvnek, hogyha így van megírva. Hasonló a Virágot Algernonnak című könyv is, én azt is azért szerettem nagyon, mert ott ugye a főszereplőnk először nagyon buta, és így is ír, nagyon hasonlóan ehhez, és aztán ahogyan okosodik, egyre érthetőbben ír. Nekem egyébként ez az egy dolog, amiért nem jelöltem kedvencnek, hogy nagyon sok volt a másik szereplő levele, és én azt éreztem, hogy én róla nem akarok ennyi mindent így hirtelen tudni, engem sokkal inkább érdekel Sally élettörténete, amiből így sokkal kevesebbet kapunk. Ennyi volt vele a problémám, de egyébként egy nagyon-nagyon izgalmas történet. Sally életét látjuk, aki egy színesbőrű fiatal nő, aki már az első oldalon nagyon durva a helyzetbe csöppent, tehát az első oldalt olvassátok el. Mindenképpen, ha a kezetekbe kerül ez a könyv, és utána döntsétek el, hogy kell-e ez nektek, mert nagyon megrázó a történet, nagyon sok negatív dolog történik vele, nagyon naturalista módon mutatja be, és valószínűleg realista módon is azt, hogy mi vár rá, és általában a nőkre, a férfiak mellett, meg a színesbőrű nőkre. És én nagyon-nagyon ajánlom ezt a könyvet, hogyha ez a téma érdekel titeket. Imádtam ezt a könyvet, nagyon-nagyon jó élmény volt, és csak ajánlani tudom. A következő könyv a Greta James az elsüllyeszthetetlen. Ezt is elolvastam, és azt vettem észre, hogy az összes könyvhéten beszerzett könyvet elolvastam már, illetve a könyvvakációhoz is már csak egyetlen könyv van hátra, és aztán kipipálom, és teljesítem. A Greta James az elsüllyeszthetetlen egyértelmű volt, amikor megláttam Csabánál, hogy jön velem, még akkor is, hogyha esetleg nem teljesíteném a könyvvakációt. Nekem nagyon tetszik, ahogyan kinéz ez a könyv, és nagyon érdekelt a történet, miután Hales is elmondta az írónő előző történeteiről, hogy romantikus, könnyed történetek, és ez kultkötetként jelent meg, ez azt jelenti, hogy valami pluszt is ad a romantikus történeten kívül, és ez így is volt. Ez a történet annyira nem nyárias, mint ahogy kinéz, mert bár egy hajóúton játszódik, de Alaszkába mennek ezzel a hajóval, tehát rossz az idő, és Greta James egy rockstar, aki azért megy el az apukájával erre a hajóútra, mert az anyukájával ment volna, csak hogy ő elhunyt. Tehát nagyon fontos szerepe van a gyásznak ebben a kötetben,
ez már a legelején kiderül, és azt látjuk, hogy egy szülő-gyerek kapcsolat hogy tud egy kicsit javulni, illetve azt látjuk, hogy milyen egy rockstar élete, látunk egy írót is, hogy neki milyen az élete. Ez a kettő egybefonódik ezen a hajóúton. Beszéltem erről a könyvről a görögországos vlogomban, amit érdemes megnézni, de ott csak nagyjából ennyit mondtam el, amit most, mert erről is van egy kibeszélünk Csaba csatornáján, amit szintén belinkelek, ott kivesézzük ezt a könyvet, mert nagyon érdekes volt, ahogyan könnyed olvasmány volt, de közben fontos problémákról szólt. Valahogy ez nekem nagyon tetszett, végül 4,5 csillagot kapott. Az utolsó előtti könyv az igazából Görögország, amit a Kossuth kiadós csomagbontós videómban is láthattok. Illetve a Görögország vlog főleg erről a könyvről szól, ott részletesen beszélek erről a könyvről, spoilermentesen, érdemes megnézni, mert nagyon jó élmény volt Görögországban olvasni, nagyon örülök neki, hogy felfigyeltem erre a könyvre. Végül 3,5 csillagot kapott, abszolút egy könnyed romantikus történet volt, de azért voltak vele problémáim így a lezárást illetően. Ettől függetlenül tudom ajánlani, hogyha valaki nyári könyveket keres, mert ez egy ilyen tipikus nyári könyv. Az utolsó könyvről szintén beszélek a görögös vlogban, ez pedig a Varjak lakomája, ami a Tűz és Jég dala negyedik része. Ez nagyon random. Kérdezhetnétek, Evelyn, honnan jött ez az ötlet, hogy te most Trónok harcát olvass, amikor ez így valahogy egyáltalán nem volt betervezve számodra? Hát dehogy nem be volt, mikor már Görögországba készültünk, már akkor gondolkodtam azon, hogy mit vihetnék el. Görög könyvem nincs, tehát az Achilleus dalát már olvastam, a Kirkét nem tervezem mostanában olvasni, pedig azok nagyon odaillenének, és arra gondoltam, hogy Görögország annyira trónokharcás, és valóban az volt, a romjaival, a régi váraival, a szobraival, akár játszódhatna ott a trónokharca is, és arra gondoltam, hogy nyaraláskor, főleg, hogyha ilyen tengerparti nyaralásra megyünk, és nem sok programos nyaralásra, akkor sokkal több időm van, és most van jó alkalom arra, hogy elkezdjem a Trónok harcát, vagyis hát igazából folytassam, mert ugye még egy kötet hátra van ezen kívül, és utána fejezem be, és ezt szeretném idén, de nem tudom, hogy össze fog-e jönni. És hát így jött a Varjak lakomája ötlete, ami egyébként a legrövidebb Trónok harca, mert maga a kötet igazából 760 oldal körül van, a többi pedig függelék, és nem sikerült befejeznem ott, úgyhogy nem is beszéltem róla, és még jelenleg, amikor felveszem a videót, az 503. oldalon járok, szóval még most sem fejeztem be, de nagyon hamar befogom, terveim szerint a napokban. Addig nem nyilatkozok róla, hanem be fogom vágni a jövőbeli értékelésemet, hogy teljes képet kapjatok a könyvről. Elolvastam a Varjak lakomáját, és most beszélek róla részletesen. Először spoilermentesen, aztán egy nagyon röviden spoileresen, hogyha valaki esetleg még nem tudná, hogy mi van a könyvben, vagy mi van a sorozatban, mert eléggé megegyezett ez a könyv is a sorozattal. Nem volt egy rossz könyv, 4 csillagot kapott végül, de megértem, utólag olvastam véleményeket, és megértem, hogy legtöbben azt mondják, hogy ez a könyv egy átverés, mert azt írja Martin a kötet végén zárszónak, hogy nagyon-nagyon sok minden történik, nagyon-nagyon sok szereplővel, és gondolkodott, hogy megfelezze egyszerűen azt a kötetet, amit írt negyedikként, vagy pedig inkább vegye szét a szereplőket, és azoknak a teljes történetét mesélje el két különböző kötetben. Van benne potenciál, jó gondolat, de nagyon-nagyon rosszul tette, hogy úgy felezte meg a szereplőket, hogy ebben a könyvben azok a szereplők vannak, akik nem annyira érdekesek, és majd a következő Sárkányok tánca kötetben lesznek a főbb szereplők. Voltak benne érdekes karakterek, Cersei, Jaime, Brienne, Samwell Tarly, Arya, Sansa és néhány mellékszereplő, de én is azt mondom, hogy ez így egy eléggé semmi volt, mert hogy ha az ő teljes történetük legalább benne lett volna, akkor oké, de nem volt. Tehát, hogy nekem javasolták is, hogy egyszerre kellene olvasnom ezt a könyvet, meg a következőt. De nem fogom, mert a következő annyira hosszú, és ezt a kettő is annyira hosszú, hogy örülök, hogyha az egyiken végigírek, nem az, hogy egyszerre olvassam. Pedig ugye itt főképpen Királyvárat látjuk, ez azt jelenti, hogy aki nem Királyváron van, vagy nem a közelébe ezeknek a szereplőknek, arról semmit nem tudunk, csak szóbeszédeket. Például Cerseinél egy nagyon jó példa az, hogy az utolsó fejezete volt érdekes, és
ennyi, nem tudtuk meg a részleteket. Én tudom a sorozatból, hogy mi történik vele, de nem biztos, hogy Martin így írta meg, vagy egyáltalán megírta a további folytatását az ő történetének. Ugyanígy egyetlen egy szereplőnk sem ért el úgy igazán semmit. Aria története, és ő kapott szerintem a legkevesebb fejezetet ebben a könyvben, az ő története is egészen pontosan egy olyan momentumnál ér véget, ami érdekessé tette volna azt, hogy ő most próbálkozik tanulni. Én elvesztem így is olvasni, visszahozta a hangulatot, szeretem ezeket a szereplőket, számomra nem volt annyira idegörlő, mert tudtam, hogy kivel mi fog történni, és tudtam, hogy ez nem így egyik percről a másikra fog bekövetkezni. És ami miatt még nem volt jó ez a kötet és ez a szétosztás, az, hogy én az előző részben jelöltem, hogy hány ember halt meg, na hát ebben is. Na jó, nem, itt nem jelöltem a teljesen érdektelen mellékkaraktereket, akik néha-néha meghaltak így a történetben. És a legnagyobb probléma azzal, hogy csak ezeket a karaktereket látjuk, az, hogy egy csomó pletykát hallunk arról, hogy ez és az meghalt, és nem tudom biztosan, hogy meghalt-e. Tehát majd erről mindjárt a spoileres részben mondok egy példát, de hogy ez a helyzet, hogy egyébként sem lehet tudni, addig, amíg nem láttuk a saját szemünkkel a holttestét valakinek, hogy tényleg meghalt, mert egy csomó szereplőnk van ilyen helyzetben, és véget ér a fejezete, és aztán továbbra is folytatódik az ő története, mert nem halt meg. Na de akiről meg csak szóbeszédek vannak, hogy meg lett öltve, meg el lett küldve a feje, meg mi, ő is azt mondta, hogy bizony meghalt, akkor sem hiszem el. Na, akkor most jöjjön a spoiler, szóval a halálesetekről. Ugye van egy olyan szereplőnk, Kathleen Stark, akit egyáltalán nem raktak be a sorozatba, amit egyáltalán nem értek, mert ez egy nagyon érdekes szál, és biztos, hogy nagyon fontos szerepe lesz később, mert most is megjelent, ő ugye meghalt, de újraélesztették, és így egy ilyen zombiként él, és próbál, nem tudom, bosszút állni az embereken, ami teljesen érdekes volt. És aztán Brienne-nék szála ért úgy véget, hogy elvileg meghaltott körülbelül mindenki, az a két cetli, amit bejelöltem, de ebben sem vagyok biztos, mert nem láttam aztán, hogy eltemetik őket, vagy akármi. Ugyanígy, ezt becetliztem ide magamnak ilyen kérdésnek, hogy a két Clegane, Sandor Clegane meghalt-e, tehát a véreb meghalt-e, mert a történetben elvileg nagyon biztosan mondják, hogy még a sírját is meg tudják mutatni, viszont fogalmam sincs róla, hogy meghalt-e, mert én azt látom, hogy a sorozat azután, hogy már nekik kellett alakítani a történetet, mindenkit megment, és mindenkit benne hagy. Tehát valószínűleg el tudom képzelni, hogy a vérebnek ennyi volt, de a sorozat benne hagyta, mert egy fontos és egy jó szereplő. Ugye érkezik a Targaryen házas előzmény sztori sorozatban az HBO-ra, majd ahhoz is akarok egyszer olvasni, de most jelenleg csak egy kis trónokharca hangulatot akartam, hogy visszatudjak térni majd a sorozattal oda. És hát ennyit szerettem volna mára, köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Sziasztok!